Augusztus 20-a a Magyar Keresztény Állam alapításának ünnepnapja. A nap egyben első István király szentélyavatásának évfordulója, a katolikus egyház főünnepe, amikor is államunk alapítójára, Magyarország fő védőszentjére emlékeznek. Eme jeles napot városunkban a berettyújfalui kötődésű Kárpáti Gusztáv emlékére létrehozott, kenyérszenteléssel egybekötött emlékkiállítás megnyitásával, a Kárpáti Gusztáv emlékgyűrű átadásával, valamint katolikus szentmisével ünnepelték. A mise során Jézus példázatát idézve, mely szerint az okos és bölcs ember sziklákra, biztos alapra építkezik, Rákóczi Jenő úgy fogalmazott, István király is eképpen cselekedett. Biztos alapra épített országot, hazát, nemzetet. Augusztus 20-án idén az államalapítás ünnepe mellett Kárpáti Gusztáv születésnapjának 80. évfordulójára is emlékeztek a Bihar Vármegye képgalériában. Úgy érzem, hogy itt valahogy otthonra találtam. Ezek között a becsületes emberek között. Rájöttem, hogy itt is szörcsög a hörcsög, meg repül a madár. Magyarország, ez mindenhol. És aztán beleszerettem és itt rekedtem. Éppen 10 évvel ezelőtt, 70 éves jubileumi kiállításának megnyitója után nyilatkozott így Kárpáti Gusztáv festőművész, aki Ózdon született, hegyek és völgyek között nőtt fel, majd később itt, Bihar alföldi felében lelt otthonra. Sőt, Gazda László, a Déri Múzeum néhai igazgatója, Biharország festőjeként tartotta nyilván. És mi magunk is tisztelettel és nagyra becsüléssel hódolunk az emléke előtt, hisz amellett, hogy kiemelkedő alkotó volt, komoly művészet és kultúra közvetítő szerepet is betöltött Berettyújfaluban és szerte Biharban. Az ő élete és pályája is jól tükrözi mindazt, amire mi, bihariak, olyannyira büszkék vagyunk. Berettyújfalu kapcsán számtalanszor elmondjuk, hogy történelmünk nagy befogadó és egyben nagy kibocsátó erővel ruházott fel minket. Két nagy, egykori szabadalmas város, Debrecen és Nagyvárad között félúton, az elmúlt 100 esztendőben egyfajta közöttük húzódó hídként töltjük mindennapjainkat. Megtanultuk, hogy amit az elődök ránk hagytak, az mind fontos örökség, gyarapítandó talentum. Semmi sem felesleges, és mindenből ki kell hozni a jövőt építő lehetőségeket. Ennek évről évre megmutatkozó eredményeit mutatjuk be májusban a Városnapján, és erre a híd szerepre helyezzük a hangsúlyt januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmával. De ilyenkor államalapító Szent István királyunk ünnepén mindig az összegzésé kell, hogy legyen a főszerep. Mi itt Berettyújfaluban úgy kell, hogy megünnepeljük az államalapítás évfordulóját, hogy tisztában legyünk ezzel a különleges helyünkkel és szerepünkkel az állam egészén belül. A mai nap eseménye is, szereplői pedig mind ezt erősítik meg bennünk. A biharivá lett Kárpáti Gusztáv évfordulós kiállítását egy nagyváradi művész, az első kárpáti gyűrű tulajdonosa Holló Barna nyitja ma meg. Az idei emlékgyűrűs díjazott pedig Tamos István, egy Debrecenben élő alkotó és tanító művészember, aki az imént emlegetett lelki híd másik pillérét őrzi. Így testesülnek meg, kapnak nevet és arcot szimbólumaink. Ilyen arccal és névvel is ismert szimbólum a nemzetünknek és államunknak Szent István király, aki bő 1000 esztendeje az értékek Európáját választotta népe számára. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, és elfogadtatta azt nemzetével. A hit és a tudat által egységes államot teremtett, mely az évszázadok során nagy befogadó és nagy kibocsátó nemzetté lett. Egy kerek évfordulóra emlékezve, egy rendkívüli ünnep alkalmával egy családias hangulatú kiállítást láthatunk itt. Kezdte gondolatait Holló Barna, akit 5 évvel ezelőtt elsőként jutalmaztak a Kárpáti Gusztáv emlékgyűrűvel. Volt alkalmam Váradon úgy megnyitni Kárpáti Gusztinak a kiállítását, s nem első alkalommal, hogy azt mondtam, Guszti, most ne jegy meg, rendkívüli módon ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy te egy olyan hiteles alkotó vagy, aki nagyon, de nagyon szigorú vagy elsősorban önmagaddal, és természetesen figyelembe veszed azt, hogy a közönség az hogy reagálja le az egészet. Na hát ezért szeretnék tisztelegni előtte, mert egy pár év barátság, ami mély, nagyon, de nagyon kemény, rögös úton járt ő is végig. És itt a képek méltán
mutatják, és nagyon-nagyon szép volt a köszöntő beszéde polgármester úrnak, ahol gyakorlatilag egy szép szintézisét adja annak, hogy Kárpáti Guszti, mint Gazda László volt igazgatónak a megjegyzése alapján, hogy Biharország festője, ő szerette az életet, szerette az, hogy megörökítse az életnek különböző gyönyöreit, és azzal egy hitet is vitt bele a képeibe, és az ő hitet többek között az volt, hogy ez biztos, hogy műélvezőre talál. Tehát biztos, hogy lesznek olyan tulajdonosai, vagy olyan gazdája ezeknek a képeknek, amit itt most megtapasztalunk, hogy tényleg egy gazdag anyag van itt, amit szeretettel néznek, figyelnek a alkalomhoz illően, vagy alkalomszerűen a falra akasztott, vagy kitüntetett helyen, vagy pedig egy szép kis intim szobába elhelyezett képeket. A kiállítás anyaga természetesen különféle szinteket, tehát nem csak, hogy a kezdeti periódusáról adunk, illetve jelentkeznek hiteles alkotások, hanem akkor, amikor már teljesen beérett festőművészként brillírozott, és gyakorlatilag első találkozásom nekem Nagyváradon egy debreceni múzeum által rendezett csoportos kiállítás kapcsán kitűnt, hogy igen, ez egy egyéniség, tehát itt már formailag olyan letisztult stílusértékeket lehet tapasztalni, ami gyakorlatilag garantálja, hogy beépül, és a művészet történetében és a kulturális értékeket tekintve felejthetetlen marad. Biharország festőjének művészetéről, életművéről Kocsis Csaba emlékezett meg. Szerette és értette a szülőföldjét. Sós Zoltán szavaival, Ózd, fogadalmak völgye, edzett a cél alap. Miért cserélte akkor mégis fel a vasat, a sziklákat, amelyek oly meghatározók voltak az életében a bihari síkra? A felesége után jött Debrecenbe, aki egyetemista volt. A Hunyadi utcán laktak, egy félszobát béreltek kezdetben, de ahogy munkába állt a rajzolás és a festés miatt, szükségük volt nagyobb lakásra, szertettek egy nagyobbra, de ahogy bekapcsolódott a megye művészeti életébe, elkezdődtek a kiállítások. Ez a lakás is szűknek bizonyult. Azt mondták, van egy műtermes lakás, de ahhoz Újfaluba kellene költözni. Először Bíró Lajos és Bényi Árpád kísérte ki őket, megismerték Újfalu akkori első emberét, aki az első találkozás végzetével odaadta a lakáskulcsot a feleségének. A festőművész első útja a határba vezetett. Ősz volt. Leült egy bokor aljában, és töprengett, mihez kezd majd itt, ebben a végtelen pusztaságban. De akkor a kézfejére szállt egy katicabogár, megérintette a természet. Ahány rajz, annyi kapcsolat kint a határban, és az emberek, akik a földből éltek, meséltek. Ahogy a képei. Bíró Katalin muzeológus szerint a nagy alföldi festők történelmi öröksége munkált benne. De nem csak alkotott, hanem tanított is. A bihari munkáskörben sokan megfordultak, és a tokai művésztelepet is vezette 12 esztendőn át. Gazda László, a Déri Múzeum igazgatója azt írta róla 1995-ben, hogy szenvedve éli meg a tragédiákat, felháborodik az embertelenséget, és tiltakozik ellene akár az egyes embert, akár kisebb vagy nagyobb emberi közösséget érintenek. Guszti bácsi ilyen ember volt. Emberibb világra vágyott, tökéletesebbre. Lehet, hogy most megtalálta. Nem tűnt el, hiszen minden nap szembe jön vele a Csökmői faluházban, a Berettyóújfalui városházán, a kulturális menedzser irodájában, vagy itthon a folyosón. Most úgy látom, minden festményei jelen van. Kissé leszeket fejjel,
Karbafont kézzel, csendesen a képeiben él tovább. A Kárpáti Gusztáv festőművész családja kezdeményezésére Berettyóújfalu város önkormányzata támogatásával a Berettyó Kulturális Központ 2016-ban Kárpáti Gusztáv születésének 75. évfordulóján alapított emlékgyűrűvel idén Tamus István grafikus művész tanárt jutalmazták, aki elfoglaltsága a Hajdubihar grafikai művésztelep vezetése miatt személyesen nem tudta átvenni a gyűrűt. A Debrecenben született grafikus művész alkotói pályáját a művészi következetesség, valamint a műfaj sokszínűség jellemzi. Művészeti és oktatói tevékenységét számos szakmai díjjal és kitüntetéssel jutalmazták már. Díjainak sorában most már a Rácz Erika 5-ös népiparművész által elkészített Kárpáti Gusztáv emlékgyűrű is szerepel. A szeptember 22-i megtekinthető emlékkiállítás, mely Berettyóújfalu önkormányzatának jóvoltából nemrég további 6 kárpáti festménnyel bővült, Kárpátiné Mészáros Marian köszönő szavaival és az új kenyér megszentelésével zárult. Áldott légy, Urunk, Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad. Mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjesz ki karodat és áldásodat erre a kenyérre, melyet Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén hozunk eléd, és add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek, a mindennapi eledelt és örök életre szóló szent igédet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. És kívánom mindenkinek, hogy amikor ebből a kenyérből egy kis darabkát a kezünkbe veszünk, akkor tudjunk rácsodálkozni a világ mindenség szépségére, miként rácsodálkozunk ezekben a festményekben is, körülöttünk lévő világ szépségében.